95-8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Sokszor előfordul, vagy sűrűn előfordul, hogy apa fia együtt mennek interjúra? Nem. Erre ez az egyszerű profán válaszom, nem. Sőt, inkább azt mondanám, hogy a ritkán. A sokkal jobban passzol ide. De azért nyilván volt már egyszer-kétszer, és akkor most megint előfordul, ketten vagytok. Van némi hasonlóság egyébként az életetekben, nem csak úgy, hogy apa-fia vagytok, hanem hogy hát munkában is. Mert hogy te csináltál annak idején sok-sok évvel ezelőtt, nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt. Nyugodtan volt mondjuk ki az évszámokat, én szeretem őket. 1994. Akkorról beszélünk, igen. Igen. Nem tudom, csak az, hogy akkor igazából mindenki szeretett, akkor még VHS-en nézegettük. Vagy lehet, bocsáss meg, lehet, hogy 93 volt, mert utána, igen, az 93, mégiscsak 93. 92-es a film, de az csak 93-ban jött be, úgy emlékszem. Én egyébként, tehát, hogy azt, hogy te szinkronizáltál, arra nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy azt a dalt ott te énekelted. Mert hogy nem én szinkronizáltam, tehát Bolba Tomi volt, így van, Bolba Tamás volt a szinkron hangja, tehát a magyar hangja, és a dalokat énekeltem én voltam az hang. De nem mondtad nekik, hogy ha már énekelem, akkor miért ne lehetnek én a szinkron hang? Különben már csak azért sem, mert a Bolba Tomi akkor egy nagyon-nagyon jól futó profi szinkronos volt a Tamás, és a másik pedig, hogy nagyon sokáig az énekhangot nem találták, tehát akkor már megvolt a magyar hang, tehát nem volt kérdés az, hogy most én nem is castingoltam, azt hiszem, talán a beszédhangra. Vagy csak úgy megpróbálták, hogy esetleg hátha, na de hát én akkor bontogattam a szárnyaimat, tehát, hogy azért egy olyan profi emberrel felvenni a idézőjeles harcot, azért az nagyon-nagyon nehéz lett volna, és egy zseniális szinkronja volt a Tomi az Aladdinnak. 93-94-ben bontogottad a szárnyaidat, akkor már megvolt az emberek egyébként. Hát a szárnyaim már megvoltak, nem, 95. Én 92-ben, így van, én 92-ben érettségiztem, akkor kezdtem a... Abszolút. Bezanyám. Én akkor 93-ban megcsináltam a Grease-t, ugye még a mostani Új Színház akkori Arany János Színházban, és utána volt ez így az év vége felé, tehát valahogy ilyen ősszel, mert ugye gondolom a térre jött ide, tehát karácsonyi időszakra, mert ugye nem ma volt ez a történet, és akkor kerestek engem meg ezzel a projekttel. Egyébként gyorsan kiszámoltam, közben 25 évvel ezelőtt történt, hát nem látszik rajtad akkor. És ugye az a dal, vagy a leghíresebb dal, az talán az volt, hogy minket vár a világ, bársony, hegyeken, ringad. Téged hívott az évhercegnő. És akkor van egy kapcsolódási pont ugye apa és fia között. Arról már kicsit később beszélünk, hogy abszolút unszimpatikus voltál az ízig-vérigben, de maradjunk egyelőre az Aladdinnál. Mi először maradjunk az Aladdinnál, igen. Szóval, hogy te hogy kerülsz az Aladdinba bele? Hát én úgy kerülök bele az Aladdinba. 25 évvel ezelőtt kérlek szépen. Hány éves voltál? 96-ban született. Hát én még csak tervbe sem voltam. Ugye, így van. Körülbelül. 96-os vagyok. Hát úgy kerültem bele, hogy elhívtak egy castingra. Beszédhang és énekhang is, tehát én voltam dialóg castingon is, de nem én kaptam, itt is most le van kettőzve, Jéger Zsombor a beszédhangja Aladdinnak, és egyébként nagyon jó beszédhangja lett Aladdinnak, ugyanúgy, ahogy a Tamás a Tomi, volt. Igen. És én pedig megkaptam az ének részét. Egyértelmű volt azért, mert hogy az édesapád 25 évvel ezelőtt elénekelte, és akkor azt mondták, jó, apa-fia énekelte az új verziót. Én nem is tudom, hogy a külföldiek egyébként erről tudnak-e, mert hogy itt azért külföld, igen, itt azért külföld dönt. Lehet, hogy ezért voltam benne a pakliban egyébként, de én előtte nem nagyon énekeltem, tehát ők nem is tudták, hogy nekem milyen hangom van-e hangom. Mint utóra kiderült, nincs. Ugye, úgy, aki köszönjük szépen a beszélgetést, igazából ezért hívtuk. Igen, aki megnézi a filmet, az látja, hogy nincs. Viszont valamiért mégis. Viszont hallja, hogy van. Az ének. És ki a társ benne, a női hang? A női hang Jenes Kitti énekli a Jászmint, igen, viszont a beszédhang az Törőcsi Franciska. És hát közöttetek van ilyen szerelmi viszony, mint a filmben, a Jászmin és az Aladdin között? Már hogy az életben? Persze, hát hogy kérdezem? Figyelj, csak annyira intim a mi kapcsolatunk Kittivel, hogy mi nem is találkoztunk még egyszer sem. Ennyire de nem előtte még, hanem közben sem. Akkor ez szerelem első látásra?
nem is láttuk nem, még nem egymást. Tehát még nem találkoztunk. Még nem találkoztunk. Külön vettük fel az egészet. Én azt hittem, hogy bezavartak benneteket egy stúdióban, hogy akkor tessék parancsolni, megismerkedni, hát, és akkor utána legyen éneklés közösen. Hát engem bezavartak, igen. Mit tudom, én 30 óra alvás nélkül éppen egy hazaútról, de nem voltunk együtt, úgyhogy később írt rám a Kitty, hogy én tudok-e valamit, hogy mikor lesz a díszbemutató, és így kezdtünk el beszélgetni, de mi nem is találkoztunk. 30 óra utazás után honnan jöttél? Igen. 30 óra, hát az Ausztrália. Nem 30 óra. Nem 30 óra utazás, nem 30 óra fentlét, Amerikából jöttem haza. Mit csináltál, hol voltál? New Yorkban voltam, és Miamiban voltam, ahol még édesapám is ott volt. Ó, kettesben voltatok, apa-fia program volt? Igen, mert én nagyon nagy teniszrajongó vagyok, és a Dávid is. Én is. Ez kiderült. Igen. Közben, mert akkor már ugye nem, hogy mondjam, nem voltunk annyira szorosan együtt a mindennapokban, hogy én tudjam, hogy ő mennyire szereti a teniszt. És ráadásul ő is nagy Federer fan, mint én. Bizony. És kimentünk Miamiban, mert hogy ugye ott volt az ezres ATP Open márciusban, és hát reménykedtünk, hogy egyáltalán kijutunk tovább jut a körökből, meccsre. És hogy kijuthatunk, na most ehhez képest kijutottunk egyszer, akkor is láttuk a mestert játszani, még a 16-ból a 8-ba jutásért, majd utána láttuk a döntőben, amit megnyert. Tehát, hogy gyakorlatilag kimentünk életünkben először egy teniszmérkőzésre, úgyhogy én egy olyan 10-12 éve vagyok Federer rajongó, és pont egy olyan ATP versenyre tudtunk a Dáviddal kimenni, ahol megnyerte a versenyt. Tehát egyszerűen teljesen szürreális volt ez, utána is még beszélgettük, hogy te, ez tényleg megtörtént, az egész történet, hogy mi ezért jöttünk, és itt van, és 37 évesen megnyeri, és gyakorlatilag a fiatalokat végigveri az ezres versenyen, úgyhogy az egy külön amiért külön mentetek, volt. Az tehát megtörtént, és itt ülünk egy ideje a stúdióban, viszont még nem mutattalak be benneteket, ha bár szerintem, akik szeretik az Aladdin című rajzfilmet, meg hát hallgattak sok emberek dalt, meg jártak színházba ide-oda, meg esetleg nézik az Ízig-Vérig című sorozatot. Most pontosan tudják, hogy velem szemben a stúdióban apa-fia Miller Zoltán és Miller Dávid. Köszöntelek benneteket. Köszöntjük mi is a hallgatókat. Ilyenkor, amikor ugyanaz a szerep, vagy hasonló szerep jön elő egy apa és egy fia életében, akkor vannak jó tanácsok előtte, vagy Dávid van annyira öntörvényű, hogy meg se kérdezi apát, hogy nem is emlékszik, nem is tudja, hogy énekelt valaha apa Aladdint. Hát az szegény tudja, mert meg kellett, hogy nézze sokszor, sőt, ő volt az, akit erre nem kellett kényszeríteni, mert az Aladdint is azért azt gondolom, hogy elég mert sokszor jártad, imádtad, mert olyan is a rajzfilm. Ja, nagyon. Én azt gondolom, hogy ebbe egyáltalában nem kell beleszólni ebbe a történetbe. Azt a Dávid tökéletesen tudja, hogyha valamit szeretne kérdezni tőlem szakmailag, emberileg, barátilag, bármilyen szempontból, akkor azt úgy is tudja, hogy bármikor, bármivel kapcsolatban felhívhat. Ha ezt nem teszi meg, akkor arra éppen nincsen szükség, és avval semmiféle probléma nincsen. Tehát, hogy ez nálunk soha nem volt egy ilyen kérdés, én azt gondolom, és itt az érészemről meg csak egy óriási büszkeség. Hát ez milyen szép dolog, nem? Hogy elénekeltem 25 évvel ezelőtt ugyanazokat a dalokat, amit utána 25 évvel később a fiam nyer el, és énekli újra azokat a dalokat, természetesen már ő általuk is, meg saját maga által egy újra gondolt köntösben. Hogyha ezt a gondolatot tovább viszem, akkor nem tudom, 2 év múlva, 3 év múlva lesz egy emberek 2.0. Erről a Berkes kell megkérdezni. Lehet, hogy ő már készül, azért nem hív most az elmúlt 1-2 hónapban. Velem szemben a stúdióban, tehát a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en, Miller Zoltán és Miller Dávid, hát színészkedünk duplán. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk nem sokára a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Miller Zoltán és fia Dávid, Miller Dávid, színész, hát ugye színészek velem szemben. Amikor megszületett a Dávid és pályaválasztás volt, akkor nem mondtad neki, hogy annyi mindenen keresztül mentem, nem biztos, hogy erre felé kéne elindulni? Hát figyelj, ezt nyugodtan mondhattam volna, de szerintem nincs nagyon olyan pálya a világon, amit a szülők nem tudnának ilyen színben felfesteni, ami már mondjuk ők végigmentek. Tehát nem hinném, hogy egy orvos arra akarná ösztönözni a gyerekét, hogy mindenféleképpen orvos legyen, hanem neki is meglennének a tanácsai. Én ebbe soha nem kívántam, megmondom őszintén, beleszólni. Én, ha a Dávid erre emlékszik, én mindig annyit mondtam, vagy annyit próbáltam sugallni, hogy ő amiben jól érzi magát, amit ő szeret csinálni, hogyha azt még az ember egy olyan dolgot csinál, amiben jó is, és amiben sikerei is vannak, akkor annál boldogabb életet nem nagyon lehet élni, mármint
mint szakmai szempontból beszélek. Neked mikor jött a felismerés, vagy hogy jöttél rá arra, hogy akkor a világot jelentő deszkákat szeretnéd meghódítani, és ez nem igaz, mert hogy állítólag a színház annyira nem is áll közel hozzád, inkább a filmezés világa. Hát az, hogy nem áll közel hozzám, az igazából, hát nem színházazom, tehát nem vagyok színházban, de igazából nem is állnak sorba értem a színházak, de egyébként, hogyha szeretnék, akkor szerintem azért, mert úgy szimpatikus voltál az Ízig Bérében. Igen, egyébként, igen, ugyanerre akartam visszakanyarodni, hogy mivel annyira... Ezt az Ízig Bériget, ezt meg fogom kapni. Viszont... Hogy mikor jöttem rá, hát 17 évesen mondtam ki először, és egyébként meg talán belül már jóval előbb tudtam, sejtettem. Hát, hogyha itthon élsz, meg itt cseperedsz föl, akkor nyilván egyértelmű, hogy akkor vagy egy színi tanodába jelentkezel, hogy édesapád is megtette, vagy mész a Színház és Filmművészeti Egyetemre, egyiket se választottad. Igen, na, ennek nagyon-nagyon örülök, megmondom őszintén, hogy én színi tanodába nem jártam, ez valahogy nekem nem hiányzott, annak ellenére, hogy engem nagyon érdekelt mindig ez, de nekem elég volt versmondó verseny, prózamondó verseny, meg szép magyar beszéd. Tehát ezek nekem bőven elegek voltak. Aztán hát a Filmművészeti Egyetem meg igazából nagyon egyszerű a válasz. Nagyon féltem az elutasítástól, hogy engem 18 évesen azt mondják, hogy nekem ez nem való, és én menjek arrébb. Meg nem akartam, hogy most nekem jobban kell teljesítenem azért, mert én XY-nak vagyok a valakije, vagy kevésbé kell jól teljesíteni. Na mindegy, szóval, hogy ez egy ilyen érdekes kérdés volt bennem. A másik meg, ami egy még egyszerűbb dolog, hogy iszonyatosan lusta vagyok, és nem tudtam volna még 3 éven, vagy 5 éven keresztül ülni az iskolapadban. Úgyhogy arra jutottunk, hogy inkább kimegyek külföldre, és ott tanulok. Londonban történt, ahol egyébként, mi volt ez, London Dramatic Arts School? Igen, London School of Dramatic Arts. Az mennyi idős egyébként? Ez 2 éves. Hát lenne. Így is tovább ültél 2 évben. De csak egyet voltam. Mert a második, ami történt? Azt mondták, olyan jó vagy, hogy akkor másodikat el se kell végezni. Hát nem azt mondták, hogy annyira jó vagyok, igazából az elsőt nem kellett elvégezni. Ez egy bevezető év volt, és kimentem felvételizni. Kérdeztük, hogy lehetne spórolni egy kicsit ezeken az árakon, mert azért nagyon... nem olcsó. Hát nem. És azt mondták, hogy hát megnéztek, tetszem nekik, már voltam kint egyszer egy nyári kurzuson is 2 hétig vagy 3 hétig, és azt mondták, hogy akkor végül is ezt a bevezető évet, ezt a foundation-t, ezt nekem nem kéne megcsinálni. Hogyha a Színház és Filmművészeti Egyetemet, vagy egy akármilyen színi tanodát veszek Magyarországon, akkor itt azért a legnagyobb színészek tanítanak. Igen. Hogyha elmész oda, London Dramatic Art School, vagy nem tudom, mi a pontos neve, igen, ott is nagy angol színészek tanítottak? Nagyon kevés angol színész tanít, viszont általában nagyon jó tanárok azok ugyanazokban az iskolákban dolgoznak. És itt is azok a tanárok dolgoztak, akik mondjuk egy Dráma Centerben, akik Tom Hardy-t tanítják, meg mit. Tehát, hogy ugyanazok a tanárok tanítanak ezen a helyen is. Ott nagyon kevés színész van, aki tanít. Van a Ralph Fiennes-nak például ilyen kurzusa, de hogy ott inkább rendezők, casting directorök, meg hasonlók. És ott mit tanítanak neked egyébként? Ugyanaz, mint amit itthon tanítanának? Tehát, hogy van színész mesterség, van beszédóra, csak akkor ott nyilván angolul kapod meg. Igen, ott nem tudom, akármi. Ott minden angolul van, nagyon sok az improvizáció, amit én nagyon szeretek. Kötelező Shakespeare, tehát Shakespeare az 3-4 hónap az jó, évből. Jókai, furcsa lenne. Igen, igen. Csak mondjuk az is furcsa, hogy maga a tanár sem érti néha, hogy miről van szó egy Shakespeare szövegben, és akkor egy picit néha hiteltelen a történet, hogy ez ilyen kötelező, de közben mégsem érti mindenki. Mit tanítanak? Nagyon gyakorlatias, nagyon keveset ültem egy helyben. Van színpadi mozgás, színészmesterség, igen, színészvezetés, van life coach óra, hogy például megtanuljuk azt, hogyha esetleg valaki sikeres lesz, akkor ezt hogy lehet kezelni, hogy lehet a fejben ezeket a pozitív gondolatokat trenírozni és tréningezni. Úgyhogy nagyon gyakorlatias és jó kis képzés volt. Elvégezted legalábbis a második évet, az első az neked kimaradt, igen, de így is megkaptad a papírt. Megkaptam. Közben azért nyilván dumálgattatok, mert hogy vagy kimentél, vagy visszajött a Dávid, vagy telefonon, vagy akármilyen úton, módon. Amit te kaptál annak idején itt a színi tanodában, meg utána össze-vissza. Nyilván összehasonlítottad a saját kis életeddel azt, amit egyébként külföldön kapott. Nagyon más volt. Figyelj, ezt én azt gondolom, hogy ezt nem lehet összehasonlítani, ezt a dolgot, már csak azért, mert a kettő között van egy elég nagy időbeni különbség. És azt gondolom, hogy azért dolgok folyamatosan változnak egyrésztről. A másik rész az az, hogy ahogy a Dávid is mondta, a gyakorlatias oktatás az ott egy sokkal hangsúlyosabb történet volt. Tehát, hogy nekem emlékszem, amikor a Dávid hazért, és azt mesélte, hogy ők megtanulják azt, hogy egy forgatókönyvet például, hogy kell elemezni.
Tehát, hogy egy forgatókönyvet hogyan elemzel, milyen milyen paraméterek alapján döntöd el például, hogy elvállalod-e azt a munkát, amit mondjuk eléd tesznek. Mert ugye nagyon sokszor halljuk, amikor egy Leonardo DiCaprio megkap egy forgatókönyvet, és általában ugye, hogyha jól tudom, akkor most már nagyon régóta ő kapja meg szinte elsőként, hogyha az neki való, vagy egyáltalán gondolom, mint producerként is, vagy az elsők között van, akkor őnekik megvan az a tematika, ami alapján ellenőrzik azt a forgatókönyvet, hogy abba én belevágok-e, vagy nem vágok bele. Erről jól emlékszem, ugye, hogy ilyennel kapcsolatban is volt. Tehát, hogy ilyet például én Magyarországon nem is hallottam. Nem is az, hogy nem hallom. Tehát Magyarországon, hogyha kapsz egy forgatókönyvet egy filmre például, az, hogy a Leonardo DiCaprio visszautasítja, ő azért elég sok mindent letett az asztalra, ugye kezdve onnantól, hogy akkor hány filmben szerepelt, eljutni odáig, hogy akkor Oscar-díj, tehát hogy megengedheti magának, hogy visszadobja, nem kell neki. Itt pedig Magyarországon, hogy esetleg filmkészül és véletlen belekerülhet akár apa, akár fia, akár ki más. Akkor megyünk. Persze, nyúlfan készenek, ott leszek, jövök. Csak mosolyogni kell. Jó, azt is megcsinálom. Így van. És egyébként ilyennel nem kínáltak meg, mert tudom, hogy filmekben szerepeltél, fogunk is majd beszélni egyébként erről, de ilyen nagyobb szerep, ilyen világmegváltó szerep. Világmegváltó? Volt, vagyis hát nem volt világmegváltó szerepem, voltak olyan helyzetek, amik tök jó feladatok voltak, ami lehet, hogy egy, mit tudom én, 10 epizódból álló sorozatból a második részben egy 15 perces jelenet, ami egyébként nem olyan nagy, de azt egy főszereplővel, csak ketten, dialóg, full sminkben, tehát hogy nagyon jó anyagokat tudtam összehozni ilyen külföldi forgatásokon. Még a világ megváltó szerep az még egyelőre várat magára, de tervezem. Velem szemben a stúdióban a mai slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Miller Zoltán és Miller Dávid. Jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a slágerkult, és továbbra is Miller Zoltán és Miller Dávid üldögél, és áldogál velem szemben a stúdióban, hiszen Zoli azt választotta, hogy áll, Dávid pedig azt, hogy mondta is, hogy lusta, úgyhogy inkább ül. Szóval arról már beszéltünk, hogy annak idején te 93-94 magasságában Zoli énekeltél ugye egy Aladdin, hát főcímdalt, vagy betétdalt, minket vár a világ bársonyhegyeken. Képzeljétek el, aztán átgondoltam, hogy biztos, hogy 94 volt, tehát én emlékeztem jól alapvetőleg. Igen, mert ugye a Mikó Pistivel, ugye ő volt a Jean-nek a hangja. Elementáris. De sohasem lemásolni. És ő ott hallott engem, ugye volt utána a vetítés, meg minden, ott hallott engem, és ott döntött el, hogy meghív engem a következő évadra egy szerepre, és az meg a 94-es és 95-ös évad volt, úgyhogy mégis 93-ban volt. Viszontlátásra, további nagyon szép napot kívánok minden hallgatónak. Hagyjuk is a matematikát, szóval még a 90-es évek elején. És mit hallottatok? A Millerrel volt egy beszélgetés. Hát nem tudom, két évszámot folyamatosan. 93 vagy 94, nem tudjuk. Volt benne valami Aladdin is, meg Mikó István is, de maradjuk a 93-nál. És akkor most pedig ugye a legújabb film, ami elkészült, és hát nem mondom azt, hogy nagy port kavart, viszont ugye felforgatta az egész világot, hogy végre élő szereplős Aladdin, mert volt egy Bud Spencer-es is, de az nem olyan Aladdin volt, és akkor itt most ugye a Will Smith játssza az Aladdint, és akkor te pedig hát ugyanazt a dalt, vagy majdnem ugyanazt a dalt, hasonló dalt énekelsz, hát sok-sok évvel később, mint amit édesapád énekelt. Elvégezted ezt a bizonyos iskolát, maradjunk kicsit a filmeknél, aztán utána jött egy lehetőség, azért gondolom egy kicsit irigykedtél, amikor hát itt a fiad, és akkor egyből levetkezik, érted az első szóra Jennifer Lawrence előtt. Tudtam, hogy ezt se fogom tudni megúszni. Hát így lelátod, most látod, hogy minden dolognak következménye van. Az tehát biztos. Nincs mese. Az biztos. Nincs mese. Azt nem tudom, hogy mikor született. Hát 93-94 magasságában lehet, hogy ő is kósza gondolat volt még. Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence 27-8 éves most már. Nem tudom visszaszámolni minden. Hát az olyan 92-es körül, ugye? 92, igen. 91-2. Tehát akkor már öreg. Nyilván te is megcsináltad volna, hogyha azt mondják ugye az Aladdin énekés után, hogy akkor itt egy ilyen énekesnő, hívjuk, mit tudom én, Jennifer Lopeznek, akkor ő már élt, hogy Miller úr, le kéne vetkezni előtte. Na, az hogy jött az a szerep egyébként? Ilyenkül már rendkívül sokszor volt az életemben, csak kamerák nem voltak. Hát tudod, de erre bocsánat, csak eszembe jut, egy nagyon jó barátom mondta mindig, hogy mondjuk Julia Roberts rajongó volt, és azt mondja, tudjátok, hogy 75% hogy Julia Roberts le fog velem feküdni?
micsoda, ekkora esélyem van, hogy lefeküdjem vele. Hát, mert hogy én akarom az 50%, ő meg vagy akarja, vagy nem az 25. Jó, hogy lehet vágni ebből a műsorból. Jó, befejezted ott azt az iskolát, hogy megkaptad a papírt, és akkor szerepeltél a sorozatokban, meg volt abban a bizonyos Vörös Veréb című filmben, hogyha minden igaz, ez volt a címe, amiben egy nyúlfarknyi szerepel. Csak irigy vagy. Ez lehet a baj. Na. Csak irigy vagy. Igen. Bocsánat, de hát akkor kis szerepet. Egy kis szerepet nem, volt benne. Ebből nem jövök ki. Sehogy. A Jennifer Lopez-el forgattál egy. Lopez-el forgattam volna, de Lawrence-el. Igen. Igen. Na, mi történt? Hogy volt? Hát az, hogy mi történt, az már film történelem gyakorlatilag. Igazából tök jó mentalitás volt, és egy ideig nagyon örültem neki, és nagyon élveztem, mert én azt mondtam előtte lévő nyáron, hogy én benne leszek ebbe a filmbe, mert én szeretnék Jennifer Lawrence-el forgatni, és egyszer csak elhívtak egy castingre, és megkaptam, és forgathattam vele. Az már egy másik kérdés, hogy milyen körülmények között meg hogy. Hát megkérdezték, hogy nem lenne probléma, hogyha én mesztelenül forgatok. Na most a mesztelenül forgatás és a mesztelenül benne lenni egy filmbe között van különbség. Ugyanis, hogyha mesztelenül forgat valaki, ez nem azt jelenti, hogy látszik mesztelenül egy filmben egyértelműen. Na mindegy, hát én akkor is azt mondtam volna, hogyha mesztelenül kell benne látszani, hát semmi probléma. Hát ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy valaki mesztelen, és miért nevetkőznék le, hogyha én ezzel szeretnék foglalkozni, akkor ez egy tök jó ugródeszka lesz. Hát ez így elmondva nagyon egyszerű, meg nagyon könnyűnek hangzik, aztán amikor ott áll az ember, és 170, vagy mit tudom én, 120 ember áll előtte, statiszta fiúk, lányok, kamerások, öltöztetők, mindenkit, néhány ember elbújt, de azért nem olyan sokan. Szóval, hát egy érdekes, érdekes helyzet volt. Ezt mind értem, hogy 170-180-an figyelték, persze, ez is fontos, de a Jennifer Lopez, mekkora szemekkel nézett? Lawrence! Bocsánat, igen, elnézést. Ő velem énekelte az Aladdin. Látod, megkavartad magadat, igen, látod? Kellett neked még egy Jennifer-t mondani, mondtál volna valami más. Szóval Jennifer Lawrence mekkora szemekkel nézett, és mit mondott, és mi történt? Az történt egyébként, hogy ez volt neki az első olyan filmje, amiben ő is levetkőzött, és amikor, ez az utolsó előtti nap volt, amikor ezt felvettük, vagy még volt talán két forgatási nap, egyébként 10 napot forgattam, és ez volt a 7. nap, amikor ez az ominózus vetkőzés volt. És ő másnap vetkőzött le, neki másnap volt a mesztelen jelenete, és hát kellett egy vál, aki bent ül, de ott aztán senki nem volt bent a kameráson kívül, meg a szereplőkön kívül, természetesen. Úgyhogy az én vállamat választotta ő, mondván, hogy mivel tegnap az én testemet mértük végig egész nap, ezért most akkor legyek én az, aki bent van, és utána oda is jött és mondta, hogy egyébként nagyon, nagyon keményen kiálltam ide, és megcsináltam ezt, mert hogy ez ő tudja, hogy mennyire nem egyszerű. Akkor ezt most átfordítom, tehát, hogy te látod mesztelenül a Jennifer Lawrence-t? Igen. Kedves nézőink! Hallgatóink. Most már csak egy, tehát hogy jó, hogy téged 170-180-an láttak, őt viszont nem tudom, 3-4-en látták veled együtt, és azt is gondolom, hogy egyébként az ő mesztelenségi kritériumai, szerződéspontjai kicsivel több nullát érnek a szerződésben, mint a tiéd. Az enyémek nem értek nullákat, de erről most nem is beszéljünk. Nullákat értek. Mert nullákat értek, nem fogok számokba bocsátkozni, de elmondom csak, hogy azért tudják az emberek, hogy semmilyen plusz pénzzel nem járt. Én ugyanannyi pénzt kaptam ezért, mint hogyha elmentem volna simán forgatni. Amit, hogyha én elmesélek egy külföldi embernek, aki ezzel foglalkozik, akkor ő talán idegesebb lesz ettől, mint én. Jó, de hát 10 millió dollár, vagy 11 millió dollár, annam attól tök mindegy. Igen, ez is igaz. Ez is igaz, ez is igaz. A száma megvan egyébként. Mármint a Jennifer Lopez Lawrence száma. Na jó, most már kész. Hagyjuk, fel is írom, hogy nehogy elfelejtsem. Szóval... Nincsen meg a száma. Volt egy magyar száma neki, aminek én a birtokában voltam. 3-6. Aminek a birtokában voltam, de aztán ez megszűnik nyilván, amikor ő visszamegy külföldre. Veled mi újság mostanság, Zoli? Valami film, valami... Én képzeld el, én most le fogok vetkőzni itt, ahogy megyek tőletek lefelé, és én úgy megyek haza. Most így döntöttem. Annyira ennek örömére. És J-Lo-t fogom keresni végig.
Azóta is őt várom, látod? Szerepeltél te is korábban filmekben, meg sorozatokban, meg millió egy színházi mű van, vagy színházi szerep van a hátad mögött. Mostanság valami film, egyelőre maradjunk ennél, aztán utána kicsit később majd rátérünk. Képzeld el, nekem ez azért nagyon jó ezeket pluszban még hallgatnom a Dávidtól, mert én nekem a film az valahogy így kimaradt az életemből. Hát volt egy-kettő. Volt egy-kettő, amit csináltam, de ezek inkább ilyen tévéjátékok, vagy ugye, mint a Szomszédok, egy sorozat, ma már nem is tudom, hogy ezt hogy hívják igazából. Tehát, hogy az a fajta igazi filmezés, ahol erre úgy készülnek rá, mint egy komoly akár mozifilmnél, az kimaradt az életemből például. Tehát, hogy az valamiért engem nem talált meg. Ugye egy filmet forgattam, a Képfírt. Rettegés foka. Így van, a Rettegés fokát forgattam ugye a Níróval. Az mondjuk egy ilyen közepes film volt, ami nem volt, meg ugye volt a Face Off, Állarc. Igen, az Állarc. Azt forgattam ugye a Travoltával, meg a Nicolas Cage-gel. Te abban szerepeltél. Dehogy is hülyéskedek, hát szerinted. Azt nézd. Miért kell engem átverni? Hát én azt hittem tök komolyan mondod. Velem szemben a stúdióban vagy Slágerklubban, tehát itt a 90. Azt hittem, de olyan édes volt, hogy elkezdett fordítani a címeket. De a Rettegés foka, igen, Níró. Fú, és elkezdett rád, láttam rajtad a gondolkozó, hogy melyik, de hol láthattam a Milut? Hol voltam a filmben? Azért, mert azért vannak olyan színészek Magyarországon, akik ilyen külföldi, nem tudom, nagy produkcióban felbukkannak 2-3 snittereig. Na, az nem én vagyok. Velem szemben a stúdióban, a Slágerklubban a 95-8 Sláger FM-en, tehát Miller Zoltán és Miller Dávid. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95-8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Miller Zoltán, aki rengeteg külföldi filmben szerepel. Rengetegben nem. Tehát, hogy Nicolas Cage-ben. És Miller Dávid, aki viszont láttam ezt. Én voltam a Fennig dublőrest. A Jennifer Lawrence-nek. Köszönjük szépen. Na, szóval, hogy Aladdin volt, neked 93-ban vagy 94-ben, ezt nem tudtuk eldönteni. Mindegy. Ezt a sztorist el is engedtük, te énekelted ugye az egyik fő címdalát, a Jászminnal, vagy... Hát meg az összes dalát, tehát most így leszűkíted ezt a főcím, nem, én voltam az összes énekes, tehát amilyen megszólalása volt Aladdinnak, és az a truvája dologban, hogy a Dávid pontosan ugyanezeket a dalokat énekli. Tehát amiket hallgatott gyerekkorában tőlem, azokat 25 évvel később megkapja Amerikából, és ugyanazokat a dalokat, tehát nem is azon, hogy újakat írtak, van egy-kettő új benne, de talán neked pont nem is volt. Nem volt. Nem volt, kész. Itt a válasz. Jó. Tehát, hogy nem volt, tehát, hogy szerintem ez így gyönyörű. Veled mi újság mostanság? Elénekelted azokat a bizonyos dalokat, aztán utána belekerültél a színházba, benne voltál a legmélyében, millió egy szerepet eljátszottál napról napra, volt úgy, hogy naponta többet is, aztán voltál külföldön, aztán utána jött az Emberek, vagy az még a 90-es évek. Az előtte volt, igen, az 95. Aztán kicsit kiugrottál a művészvilágból, aztán visszaugrottál a művészvilágba. Most hogy állunk? Nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Akkor ezt meg is beszél. Ezt meg is beszéltünk a Dávidról tovább. Szóval most vissza a színházba? Hát igen, most már gyakorlatilag én 2009-ben vonultam egy picit a háttérbe, vagyis nem is a háttérbe, akkor csináltam ugye az első szóló lemezemet, és akkor avval kvázi turnéztam, meg csináltunk élő koncerteket, és akkor utána aztán úgy amennyire lehetett, én így eltávolodtam ettől, és ilyen 2011-12 környékén elkezdtem gyakorlatilag visszajönni a szakmába, és hát köszönöm szépen, azóta is folyamatosan dolgozom, mindig van valamilyen kihívás, mindig van valamilyen szerep, amire tudok készülni. Most még vannak, hamarosan vége az évadnak egyébként, van még belőle, nem tudom, 2 hét itt-ott, neked mi az? Nem, én már befejeztem az évadot 25-én, május 25-én, vagyis hát befejeztem, igazából nem, mert hogy nyáron az Egri szabadtéri színpadon fogjuk csinálni a Made in Hungária című darabot, ami ugye az életemnek egy 12 évét ölelte fel, és Dávidnak is gyakorlatilag az egész gyermekkorát, ami alatt ezt játszottuk ugye 321-szer a József Attila Színházban, és ugyanúgy Méhes Laci fogja rendezni a darabot, csak én most nem azt játszom természetesen, amit játszottam, tehát Fenyő Miklóst, hanem amit a Fenyő Miklós játszott, Jerry Lee Lewis-t fogom én alakítani a nyáron. Következő évadról tudsz már valamit, szeptembertől? Hogy szeptembertől kezdődik.
ennyit tudok róla. Tehát szeptembertől kezdődik, és a június közepéig tart. Milyen feladatok lesznek, az majd kiderül. Így van. És akkor Dávid, egyszer-kétszer már említettem, de csak a sorok között, meg tényleg félhalkan, hogy akkor te szerepeltél ebben a bizonyos sorozatban, ahol egy unszimpatikus, vagy kevésbé szimpatikus Londonból érkező olasz srácot alakítottál. Igen. Abban is benne voltál, meg benne voltál a tanárban is talán, meg a 200 első randiban, és az összes sorozatban megtalálnak téged. Hát egyébként, hogyha így nagyon megnézem, akkor igen, mostanában nem. Mostanában kevés olyan magyar sorozat készült, amiben legalább egy-két napot ne forgattam volna. Nagyon-nagyon örülök neki. Most jött el az az időszak, hogy most egy kicsit szeretnék annyira visszavenni ebből, hogy most már inkább forgatnék egy sorozatot, amiben többet benne vagyok, és nem pedig 8 sorozatot, amiben kevesebbet vagyok benne. De természetesen ezt nem én döntöm el, mint ahogy az előbb te is mondtad, itthon azért nagyon ritkán van az, bár velem már előfordult, hogy visszaad egy ember egy munkát, egy filmezés munkát. Tudhatjuk azt, hogy mi az, amit visszaadtál? Nem, sajnos ezt nem merem elmondani. Mert hogy olyan jól sikerült egyébként, hogy nem azért, mert hallgatnak. Azért, mert hallgatnak. Azért, mert annyira banális dolog miatt adtam vissza. Tehát nem az volt a probléma, hogy hát igazából annyi volt, hogy nem éreztem magaménak ezt a dolgot, és most nem voltam abban az állapotban, hogy én ezt így a magamévá is tegyem. Úgyhogy ennyi volt ennek az oka. Most egyébként a sorozatok világát éljük, Amerikában is ugye a nagy színészek mindenféle igen. sorozatokban megjelennek, és te is szerepeltél külföldi sorozatban, nem csak a magyar sorozatokban. Melyikben? A Vakvilág, vagy mi a címe? Volt Berlin Station, uh-huh. Annak a harmadik évadában, az volt életem egyik legjobb forgatása, voltam a Terrorban, Ridley Scottnak a sorozatában, voltam az X Company-ben, és az Alienist-ben is megfordultam, ami itthon forgott. Úgyhogy azok is szépen jönnek. Ezek téged egyébként hogy találnak meg, vagy hogy találtak meg? Ez annak köszönhető, hogy akkor te Londonban végeztél iskolát? Hát az biztos, hogy annak köszönhető, hogy elmegyek egy castingra, és hallják, hogy nem csak megtanulom a szöveget angolul, és akkor nagy nehezen elmondom, hanem a bemutatkozásomnál is megpróbálom azért azt kihegyezni, hogy én jól beszélek angolul. Mert ez is nagyon fontos, mert oké, hogy valaki meg tudja tanulni a szöveget, de hogyha oda megy forgatni, és a rendező mond neki két mondatot, és ő meg kukán néz rá, akkor az nem a legjobb szituáció, meg az nem olyan kényelmes helyzet. Neked van külföldi menedzsered, vagy kell egyáltalán ilyen pedigrével, mint ami neked van? Kell, de nincs. Kéne. Humorérzékben egyébként eléggé hasonlít az édesapádhoz. Jaj. kéne, de nincsen, de van, tehát van rá lehetőség. Engem vártak kint Londonban ügynökök, nem mentem vissza. De most azon vagyok, hogy csak hát maximalista vagyok, és szeretnék minél jobb anyagot összerakni, de most már azért tényleg készülőben van egy showreel, amit ki lehet küldeni, és akkor ma már nagyon egyszerűen telefonon felveszem a castingot, kiküldöm, és hogyha olyan, hogy bekerülök, akkor kiutaztatnak engem külföldre, és megnéznek élőben. Most van valami egyébként a kezedben, egy forgatókönyv, egy sorozat, vagy egy film, ami tudod, hogy lesz, viszont nyilván nem beszélhetsz róla, mert a szerződés gondolom köt. Van. Kösz. Hát hiszen kimondtad a kulcsot, nem beszélhetek róla, hiszen köt a szerződés, de ez nem azt jelenti, hogy én ebbe benne vagyok, ez azt jelenti, hogy várok egy castingra, és nekem ilyenkor a castingra elküldenek X jelenetet, és én ezeket a jeleneteket elolvasom, előtte aláírok egy titoktartási nyilatkozatot, és én ezeken dolgozhatok. Az, hogy teljes forgatókönyvet kapok, az még akkor sem szokott előfordulni, hogyha benne vagyok magában a sorozatban, mert mint magyar színész, bármennyire is nagyon jók a magyar színészek, természetesen nem magamra gondolok, de tehát ott nincs olyan, hogy nekünk odaadják az egész anyagot. Jó, akkor kicsit barkóbázok. Nagy játék, film vagy sorozat? Sorozat. Európai vagy amerikai? Azt nem tudom. Azt hiszem, hogy angol, európai. Neked mi ezzel a célod? Mi ezzel a célom? Tehát, hogy ezt szeretnéd folyamatosan nem. A filmekben feltűnni, ja, és egyre inkább közelíteni a hollywoodi nagy, nem tudom, rózsaszín masszához, és akkor ott megjelenni, és akkor hello, my name is David Miller from Hungary, and I am the greatest actor of the world. Of the whole world. Azért adtuk neki ezt a nevet, hogy könnyen át tudja venni az akadémia díját, érted? Ja, neki ja. Az, hogy de valami Zsigmond
és akkor nem tudják, hogy mi van, David, kész. Az a célom, az lenne a legjobb, hogyha egyszer meg lehetne jelenni ilyen helyen, és aztán az ember tudja csinálni. Az a célom, hogy boldog legyek, és ezzel foglalkozzak, és szeretnék még nem titkoltan ezzel ebből megélni, és pénzt keresni. Bár bocsáss meg ezt, kérlek, meséld el, hogy te milyen néven vagy regisztrálva külföldön. Ja, én Zoltánként vagyok regisztrálva külföldön. Kivettem a gyereknek a vizsgáját, és megláttam a helyzetet, hogy Miller Zoltán. Mondom, igen, hát az van, hogy a nevét, nem tudták ki a David. Az van, hogy a David Miller az nagyon jól hangzik itthon. Kint minden sarkon van David Miller. Úgyhogy kint Zoltán lettem, de egyébként én nagyon szeretem a nevemet, úgyhogy külföldön Miller Dávid Zoltán vagyok. Legyen így. Zoli, és akkor most tényleg Zoli, tehát igen, hogy az eredeti Zoli, neked valami zenei a közeljövőben, az emberek múltból kifolyólag. Megmondom őszintén, még az emberekre még nem menjünk rá, mert itt én egy picit elaludtam a saját magam 25 éves jubileumával kapcsolatban, úgyhogy az még most készülőben van, hogy egy ilyen 25 éves jubileumi koncertet fogok csinálni, mert ugye már beléptem a 26-ba, úgyhogy ez a legközelebbi zenei terv, a másik pedig azért ez most jutott eszembe, hogy azért egy jó hír, hogy most meghívtak a Trónok harcába forgatni. De most megint szivatsz. Hát mivel vége van a sorozatnak, ezért elég érdekes. Mondom, hogy nem nézek sorozatokat. Szóval, hogy akkor 25-26 éves jubileumi pályán így vagyok, van, énekelek. Így van. És így akkor van. Utána... És élek még, tehát azért ez nagyon fontos, tehát már nyugdíjas egyen lehet jönni. Neked meg majd lesz sorozat, meg különböző filmek, és néha beszélsz olaszul, meg angolul, és Londonból jössz különböző a sorozatokból. Igen, igen. És zenélek is. Gyorsan megtanultál gitározni, meg mindenféle hangszeren? Nagyon, azonnal. Tehát egy 3 perc alatt. Nem, sajnos nem, ez nekem kimaradt a gyerekkoromban, hogy zenéljek. Most bontogatom a szárnyaimat, van egy zenekarom, szöveget írok, énekelek, és próbálom behozni a lemaradást, úgyhogy... Hát akkor, hogyha édesapádnak meg lesz ez a bizonyos 25-26 éves jubileumi koncertje, akkor utána az emberek után jöhet a The Millers. The Millers. Ketten együtt megy. Ez jó. Ugye? Levédetjük. Néha vannak jó ötleteim. De ez ilyen hangon, nem egy The Millers. Ez így The Millers. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép napot. Köszönjük nektek is, szép napot mindenkinek. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát Miller Zoltánnal és Miller Dáviddal. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották. Kezét csókolom, viszont látásra, viszont hallásra.